Sophie és a Mikulás. Sophie a mamája ülében üldögélt, aki a Mikulásról mesélt neki. Sophie csizmáját már ki is pucolták, és kitették együtt az ablakba. Mama azt mondta, Sophie, a Mikulás ma éjjel érkezik. A jó gyerekek ajándékot kapnak tőle, de a rosszak virgácsod. Sophie felugrott. Jó, akkor én jó leszek, és segíteni fogok neki. Hidd el, a Mikulás mindent tud rólad, magyarázta mama. Most inkább aludjunk egy nagyot. Ám Sophie nem aludt el, hanem fönnmaradt, és éjjel kilopózott a nagyszobába. És kit látott meg? A Mikulást. Sophie azt suttogta. Szia, Mikulás! Ugye segíthetek neked? A Mikulás bólintott. Rendben van, úgyis beteg a krampuszom. Bújj a ruhájába. Sophie gyorsan fölhúzta a krampuszruhát és a kis csizmát az ablakból. Aztán fölmentek a háztetőre, és Sophie beugrott a szánba. A Mikulás alig bírta beemelni a zsákját. Sophie felült a bakra, és azt súgta. Tele van a kezed, Mikulás? Majd én segítek. Azzal megfogta a gyeplőt, és felkiáltott. Gyíte! És a rénszarvasok, hups, megindultak. A szán meglódult, Sophie csizmája pedig leesett. Hűha! Szegény Mikulás be sem tudott szállni. Sophie, várj, így megijednek a rénszarvasok. Sophie felkurjantott. Biztos éhesek, majd én segítek. Azzal beletúrt a Mikulás zsákjába. Piros alma mogyoró. És Sophie, juhú! Almát meg mogyorót szórt a rénszarvasoknak. Ham, ham! A Mikulás ilyetten vette át a gyeplőt. Sophie, ne! Inkább kötözzünk virgácsokat, jó? Sophie fölmarkolt egy csomó gajat. Virgácsokat? Majd én segítek! Azzal kötözni kezdte az ágakat, de jobbat találtam ki. És Sophie szép madárfészkeket font a gajakból, majd rádobálta őket a fák csúcsaira. Hip, hop, Mikulás megállt egy kéménynél, és fölnevetett. Sophie, akkor ne kapjon senki virgácsot, csak még több ajándékot. Sophie felkacagott. Igen, és majd én segítek. Azzal odalépett a Mikuláshoz. Biztos nehéz a zsákod? És Sophie... Hó, rukk! Hátulról megemelte a zsákot. A zsák átbillent a Mikulás vállán, és majdnem az összes ajándék belezúdult a kéménybe. Zúg, zúg! A Mikulás a fejéhez kapott. Jaj, Sophie, így mi marad a többi gyereknek? És még a rénszarvasok lába is csupa hó lett. Sophie felrikkantott. Csupa hó lett? Akkor segítek! Azzal előrehajolt. Letisztítom. És Sophie vette egy nagy levegőt, majd
Egy akkorát fújt, hogy a hó belepte a Mikulást, meg a szánt. Ó-ó! Szofi, prüszkölt nagyot a Mikulás. Tudod, mivel segítenél? Ha leülnél mellém, nagyon fúj a szél. Szofi felrikkantott. Nagyon fúj a szél, akkor tudom már, segítek. Azzal odahajolt a Mikuláshoz. Biztos fáznak a füleid? És Szofi, zsupsz, teljesen ráhúzta a Mikulásra a sapkát. A Mikulás semmit sem látott. Jáj! A Mikulás kapálózva húzta följebb a sapkáját. Szofi, így nem tudom irányítani a szánt. Ám Szofi ekkor nagyot ásított. Mert biztos elfáradtál, Mikulás. De majd én segítek. És a sapkába kapaszkodva elaludt. A Mikulás ezután visszahajtott Szofiék házához. Óvatosan bevitte az ágyába az alvó Szofit, és gondosan betakarta. Majd kilopózott a nagyszobába, és Szofi elveszett csizmája helyébe, ott hagyta a saját nagy csizmáját, amelyet színültig töltött Szofinak ajándékkal.